Sziasztok! Abban gondolom egyetértünk, hogy mindannyiunknak vannak olyan napjai, amikor legszívesebben ki sem kelnénk az ágyból, egész nap lustálkodnánk. A lustaság a kamaszkor természetes velejárója, ennek ellenére a szülők sosem nézik jó szemmel. Nos, valószínűleg azért, mert úgy gondolják, hogy a lustasággal semmit nem lehet elérni, a kemény munka az egyetlen lehetséges útja a sikeres életnek. A mai videóban ezt próbáljuk megcáfolni, és rámutatni a lustaság 10 pozitív hatására. Mielőtt azonban belevágnánk, írjátok meg kommentben, ti mivel töltitek lustálkodós napjaitokat. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na kezdjük! Mindig megtalálod a legegyszerűbb utat. Bill Gates, a Microsoft alapítója és tulajdonosa mondta azt egyszer, hogy a nehéz feladatok elvégzésére mindig lusta embereket alkalmaz, hiszen ők mindig megtalálják a legegyszerűbb módját a munka elvégzésének, teszik ezt azért, hogy a lehető legkisebb erőfeszítéssel végezzenek a feladattal. Nagyobb hatékonyság. A lusta emberekre jellemző a halogatás, mindent az utolsó pillanatra hagynak. Akármilyen furcsa, ebből is származhat előnyünk. Tegyük fel, hogy egy 4 oldalas beadandót kell írnod, de már csak pár órád van hátra a leadásig. Ilyenkor valószínűleg mindent beleadsz, hogy időben végezz, ennek hatására pedig még az is előfordulhat, hogy jobb lesz a munkád, mint azoké, akik apránként végezték el a feladatot, sokkal kevésbé koncentrált állapotban. Hagyod, hogy a problémák maguktól megoldódjanak. Természetesen vannak olyan problémák, amelyek megoldásához elengedhetetlen, hogy közben járjunk, azonban a kisebb problémák képesek maguktól is megoldódni. Így tehát a lusta emberek, mivel túl lusták ahhoz, hogy foglalkozzanak a problémával, adott esetben rengeteg idegeskedéstől is megvédhetik magukat. Fokozott kreativitás. A legjobb ötletek gyakran olyankor születnek, amikor a legkevésbé sem számítunk rá, vagyis akár pont egy lustálkodós délután. Ilyenkor az agyunk egyáltalán nincs leterhelve, így sokkal könnyebben születhetnek jó gondolatok, mint amikor hosszasan törjük a fejünket. Jó egészség. A lusta emberek általában több időt töltenek alvással, mint a szorgalmas társaik, ez pedig jó hatással van a memóriára, a test egészségére. Ezzel ellentétben az alváshiány hosszú távon az immunrendszer legyengüléséhez vezethet. Értékeled a jelent. Akik szeretnek lustálkodni, azok sokkal jobban tudják értékelni a jelen apró örömeit, a mindennapok szépségét. Ezzel szemben azok, akik egész nap dolgoznak, mondhatni átsiklanak ezeken, kevésbé élik meg a pillanatokat. Jó szervezőkészséggel rendelkezel. A lusta emberekre jellemző, hogy mindenáron szeretnék kivonni magukat a különböző feladatok alól. Emiatt kiváló szervezőkészséggel rendelkeznek, jól értenek ahhoz, hogy beosszák mások közt a teendőket. A konditerem királya. Ha egy lusta ember nagy nehezen rászánja magát, hogy rendszeresen eljárjon konditerembe, akkor nagy valószínűséggel hatékony edzéseket fog végezni, hiszen minél előbb szeretne a végére érni, azt a rövid időt, amit ott tölt, pedig maximálisan ki akarja használni. Türelem. A lusta emberek gyakran türelmesebbek az átlagnál, nem sürgetik a többieket. Ezzel ellentétben azok, akik mindennel szeretnek időben végezni, sokkal kevésbé tolerálják a tétlenkedést. Végül nézzünk pár vicces előnyt, mely a lustaságból származik. A lusta embereket gyakran hasonlítják a lajhárokhoz, de valljuk be, a lajhárok nagyon aranyosak. Ha túl sokáig halogatod a mosogatást, akkor előbb vagy utóbb valaki úgy is megcsinálja majd helyetted. A lusta emberek barátságai életre szólóak, hisz túl lusták ahhoz, hogy új barátokat szerezzenek. Ezzel a lista végére értünk. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és osszátok meg a videót a leglustább emberrel, akit ismertek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!